Szervusztok srácok, itt vagyok újra én, Daisetsu. Jól van, nem kell megijedni annyira ettől a sérótól, ettől az új fazontól, kicsit megváltoztam, de nyugodjatok meg, más videóimban is voltam már kopasz. Folytatjuk az Attack on Titan-t. Hát, mint láthatjátok, szegény Zsocó nem ért rá most fölvenni ezt a részt, igazából szerdára és csütörtökre ígértük ezeket a reakció videókat, és mire kijött a magyar felirat, addigra a Zsófinak betelt a naptára, szóval se a szerda, se a csütörtök nem jó neki arra, hogy együtt rögzítsük ezt a részt, úgyhogy most csak velem kell beérnetek, de én nem is pazarolnám tovább a szót, kezdjük is a reakció videót. Ha jól emlékszem, le akarják levéig darálni az egyik titánt, akinek fogalmam sincs, hogy mi a neve, és ezzel vágták el akkor a történetet, úgyhogy lássuk. Ja, itt jönnek akkor levéig. Igen, a szegény srác rájött, hogy már Mikaszáék annyira belejöttek a titánölésbe, hogy már egy titán látványa nem riasztja meg őket. Ja, és itt lett elvágva. Azt szépen lelőtték. Az szép. Szép placsantak attól a lövedéktől rendesen. Még szerencse, hogy még nála volt ez a gépfegyvertárolós, akármicsoda, különben jó nagy szarba lett volna a pig. Erre már nem emlékeztem. Yeah, very nice. Ki jön itt. Na, most mi lesz? Jaj, meg ez a szegény Gabi is jön. Egy csomószor írják az interneten, hogy ez a Gabi nagyon idegesítő. Hát még nálam nem húztak ki a gyufát, de való igaz, egy kicsit túl van tolva talán a Gabi. Na, hát akkor jön a round 2. Legutóbb ugye a Levi ledarálta a bestia óriás, de hát igazából a Pik megmentette ezekét, úgyhogy most már ideje lesz, hogy újra leszámoljanak egymással. Na, lássuk akkor a folytatást. Tudom, mi fog történni, de már a csatára nem emlékszem őszintén. Hát ezzel nem fogod megvigasztalni nagy valószínűséggel, hogy mi van az én hibám. Ja, csak közben kitört egy háború. Ja, el kéne neki egy segítség, meg szerintem egy pszichológus lenne neki a legjobb. Jó szétcseszik ezt a izét. Ezt a várost is. Az szép volt. Szép volt. Jó, erre az most már eléggé bedurvult. Régen még alig bírta kétszer aktiválni az erejét, most meg már legalább háromszor alakult át. Na. Bestia óriásnak ez a állandó dobálása, az nagyon durván pusztít. Na, Gabika is ide ért közben. Milyen jó kis bajsza van. Mielőtt megborodvágozzon, is be tudtam így izépet meríteni.
Ó, ez szőke kislegény. Ah! Szép! Jönnek az openingben látható robbanások ezerrel. Ez epikus, azt a rohadt. Így van. Ajaj. Ebben valaki elvesztette a türelmét. Igen, erre nem emlékeztem, hogy ez csak így pikpak meg lesz. Érted? Pikpak. Juhú! Az igen. Na, Sasha. Headshot. Hát Carlo már többet nem fog mondani. Ó, az jól nézett ki. Oké. Okay. Ez nagyon jó rész. Zseniális! Zseniális! Az előző rész annyira a csata jelenet nem tetszik, de ebben ultra epikre megcsinálták. Lehidalok. Sztúrva. És csak a rész felénél vagyunk. Nagyon jó. Z. Oh, my war! Armin, nem CGI. Tátva maradt a szál egyszerűen, ez ultra jó. A mangába is nagyon tetszett, de itt pláne. Erre a véres szájra valami nagyon fekete humor eszembe jutott, de inkább megtartom magamnak szerintem, vagy ide belövöm. Na. Ez nekem fájt. Hoppá. Ja, erre emlékszem. De jók ezek a harci dobok. Ja, itt vannak a hanji. Ja, sokkal jobban néz ki Armin ezzel a séróval, meg ilyenek. Na, ez az. Azt nem fogod most vissza növeszteni. Az a baj, hogy tudom, hogy mi fog történni, de én akkor is izgulok. Beszarás ez a rész.
Hát, szó sem jutok egyszerűen. El tudom képzelni, hogy az amerikaiak, akik reakció videókat csináltak erről, azok mennyi, mekkora hisztit csaphattak, hogy ezeket látták. Csatába. Ilyen ez az Attack on Titan, ezért szeretjük. Gyerekek, az arcomra van írva szerintem. Az eddigi legjobb Attack on Titan rész. Tudom, hogy ilyet már mondtam egy csomószor, de körülbelül amikor a boss fight volt a harmadik évad második felében, mikor mindenkit ledaráltak a felderítőknél, körülbelül ez azzal volt egyenértékű, azon a szinten volt, sőt, talán magasabban. Szóval legalább volt négy tök epikus dolog, amit beleraktak ebbe az egész részbe. Ez zseniális. Hát sajnálom, hogy a Zsófit nem tudtam rögzíteni, ha én ennyire kiakadtam, akkor kíváncsi lettem, hogy ő mennyire fog kiakadni ezektől a dolgoktól. De hát ez az Attack on Titan, szóval még biztos, hogy nagyon sok minden lesz itt, ami majd izgalomra fog okot adni. Az a baj, hogy én a csata utáni részekre emlékszem, hogy a csata után mi fog történni, és onnantól kezdtem elveszteni a fonalat, de egyszerűen ez a rész, ez annyira jó volt mangában is, de itt nagyon-nagyon tetszett. Zseniális. Hát igen, nagy spoiler lenne elmondani, hogy mi is az a gyilkos golyó, erre is még emlékszem. És hát akkor majd a következő, a nyolcadik részben ez ki is fog derülni. Minden esetre, hogy gondoljátok, hogy nem akartok várni minden egyes szombatra a vlog videóimra, akkor legyetek csatornatagok, hogy hamarabb hozzájuthassatok a videóimhoz. Mindenféleképpen, hogyha tetszik ezeket az Attack on Titanos reakció videósorozat, akkor mindenképpen iratkozzatok fel és lájkoljatok. És akkor jövünk egy hét múlva az új részre. Remélem, akkor már a Zsófi is velem fog tartani. Sziasztok!